342 gyorshajtót szűrt ki a rendőrség a hosszú hétvégén Zala megyében. A megyei főkapitányság tájékoztatása alapján nem volt több a szabályszegés és a baleset ezekben a napokban, mint az elmúlt évek ezen időszakában. A Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság arról számolt be, hogy a megyei hivatásos tűzoltók számára nyugodtan telt az ünnepi időszak. Ahogy arra már múlt héten híradónkban felhívtuk a figyelmet, a hosszú hétvégén a rendőrség kiemelten ellenőrizte a közlekedésben résztvevőket a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése és megelőzése érdekében. Páltót Evelin, a ZMRFK sajtóreferense elmondta, a járőrök több ittas vezetőt és gyorshajtót is észleltek. Megyénkben összesen 342 gyorshajtót észleltek, amelyből a legkirívóbb esetben a sofőr a 76-os számú főúton a megengedett 90 km/órás sebességkorlátozás helyett 157 km/órával közlekedett. Felhívnák a járművezetők figyelmét, hogy mindenki óvatosan közlekedjen, tartsák be a közlekedési szabályokat, illetve a sebességhatárokat is, hogy mindenki hazaérjen. Nem érkezett az átlagosnál több riasztás a megyei katasztrófavédelemhez a háromnapos hétvégén. Mint azt Bangó Szilárd hivatalvezetőtől megtudtuk, néhány kisebb tűzesetnél, illetve közlekedési baleseteknél avatkoztak be a zalai lánglovagok. A legkomolyabb beavatkozás a Hód térségében történt, ahol konkrétan a tűzoltóknak szemét is kellett kiszabadítani a járműroncsból. Itt a Gelsi önkéntes tűzoltók beavatkozására kell fölhívni a figyelmet, akik elsőként kérkezve a helyszínre rövid idő alatt kiszabadították az egyik sérültet. Az önkéntes tűzoltók munkájára egyébként az alai hivatásosok nagyon sokszor számíthatnak. Van 4-5 olyan nagyon aktív önkéntes tűzoltó egyesület, aki nem csak a saját településén, hanem a környéken is képes érdemben beavatkozni, ezzel nagyon sokat segít a hivatásos tűzoltók számára. A szakember hozzátette, nagyobb tűzesetet a Nagykanizsa külterületén kigyulladt, 2 hektáron égő száraz növényzet okozott a hosszú hétvégén.